Vasárnap december 6-án urnák elé járultunk, parlamenti képviselőket választott az ország. Rendkívül alacsony, alig 32%-os részvétel, szociáldemokrata párti győzelem, az RNDS 6,5%-on van, és bejutott a parlamentbe a szélsőséges AUR. Időközben tegnap a választási eredmények miatt lemondott Ludovik Orbán miniszterelnök. Marosvásárhely egyike volt azon magyar lakta városoknak, ahol az országos átlagnál magasabb, 35%-os volt a választási részvétel. Megyeszinten 31,84%-os részvételt jegyeztek. A Maros megyei részvételi arány alacsonyabb volt az országos átlagnál. Urnazárásig a megye választópolgárainak mindössze a 29,40%-a adta le voksát. Pentru ce mergeți la vot? Care este motivația dumneavoastră? Bună întrebare. Păi necazul este că nu prea sunt motivat. Îmi fac doar datoria. Eu personal aș mai introduce o rubrică pe buletinul de vot. Și ar fi foarte bine să fie înțeleasă chestia asta. Nici unul de pe buletin nu merită votul meu. Și când 51% din populație votează în felul ăsta, atunci cineva se va trezi că e timpul să fim serioși. Voltak vagy nem voltak szavazni? Még nem voltunk. Én nem voltam legalábbis. Ez azt jelenti, hogy fog menni? Igen. És mit szeretne? Miért megy el szavazni? Tudom, hogy valószínűleg kicsi lesz a részvételi arány, és próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy minél nagyobb arányt kapjon el az a párt, az a szövetség, akit én szeretnék támogatni. Ezek szerint értékeli, hogy egy szövetség listája szerepel most, egy összefogás listája? Erről nem szeretnék nyilatkozni. Jó, akkor azt kérdem, hogy ismeri a marosmegyeri jelölteket, tehát akikre szavaz, ismeri, hogy kik ők? Nem mindenkit, de igen. Tehát annak tudatában szavaz, hogy ismeri esetleg, hogy ki kapja. Igen. Az RMDS-nek jelenleg 3 parlamenti képviselője van Maros megyében. Ha sikerül hozni a helyhatósági választásokon szerzett szavazatszámot a szövetség megyei szervezetének, mindhármat sikerülhet megtartania. Az RMDS Maros megyei képviselői listáját Kolcsár Károly állatorvos, vendéglő tulajdonos vezeti, aki szülőfalujában Körtefáján szavazott kora reggel. Kérdésünkre elmondta, ha bekerül a parlamentbe, elsősorban a falusi emberek gondjaival szeretne foglalkozni. Mindenképpen fontos számomra, hogy a településeinken fejlesztéseket tudjunk elérni. Mindenképpen fontos számomra, hogy a bürokráciát csökkentsük. Nagyon fontos számomra ugyanakkor a gazdaság fellendítése, az oktatás megreformálása, az egészségügy helyreállítása. 2016-ban az RMDS Maros megyei listáján jutott be a parlamentbe Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt akkori elnöke, és a mostani választásokon is az RMDS Maros megyei listáján kapta meg az egyik biztos befutó helyet az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje. Kulcsár Terza József a lista 3. helyére került, ő Sepsiszentgyörgyönél, ott is adta le voksát. Többen fájlalták, hogy ön Kovászna megyeiként hogyan lett Maros megyei képviselő. Hogyan, mit szólna ehhez? Ez nem az én döntésem volt. A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt leült az RMDS-szel tárgyalni, és ez a két hely beállapodtak meg a Maros megyei helybe és az udvarhelyi, a Hargita megyei helybe. Ez esett nekem, de nem azt jelenti, hogy ha én elkerültem minden Kovászna megyéből, akkor nem fogom a Kovászna megyeieket, a Sepsiszentgyörgyeket támogatni, képviselni, sőt az egész székelységet és az erdélyi magyarságot fogom képviselni. És milyen kihívást lát abban, hogy Maros megyei képviselőként folytatja a munkáját? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy összefogtunk. Önkormányzati választások nemrég értek véget, és sok surlódás volt. És mind a két fél felfogta, hogy nagyon nehéz időket élünk, és ahogy a szlogen is szól, nehéz időkben összefogunk. Szóval ez a kihívás, hogy összefogtunk. Én elkedtem egy kicsit, de hál' Istennek megszületett, és azt kell mondjam, hogy egy jó hangulatú kampány volt, most már csak eredmény kell. A képviselői lista 4. nem befutónak számító helyére az eddigi parlamenti képviselő dr. Vas Levente került.
Én úgy gondolom, hogy az összefogás az én értelmezésemben a Marosmegyei lista negyedik, 2000-ben, utoljára 2000-ben bejutó helyének számító létem igazából azt mondja, hogy az összefogás az nem csak nemzeti érzés alapján kell megtörténjen, hanem szakmai és politikai ideológia szinten is. Én úgy gondolom, hogy Marosvásárhely az a város, ahol mind a két dolog megfér tisztességgel és becsülettel egymás mellett. A Maros-megyei szenátorjelöltek listáján az első két helyre a jelenleg is a Felsőházban tevékenykedő Császár Károly és Novák Csaba Zoltán kerültek. A korábbi tapasztalatok szerint Maros-megyében megfelelő mozgósítással az RMDSZ-nek továbbra is meglehet a két szenátori mandátuma. Mi megtettünk mindent a kampány során, egyértelmű, hogy kisebb, alacsonyabb részvételről beszélünk. Egyrészt mindig van egy körülbelül 10%-os eltérés az önkormányzat és a mindenkori parlamenti választások közepette, és számolunk azzal is, hogy a járvány ügyi helyzet miatt kevesebben jönnek el szavazni. Csak ezek az indokok? Nagyjából, tehát az elsődleges indokok ezek, egyértelmű, hogy vannak olyan csoportok, olyan személyek, olyan emberek, akik úgy érzik, hogy a politika elárulta őket. Én személy szerint is az elmúlt 4 év során igyekeztem azt bizonyítani, hogy van lehetőség, van remény arra, hogy méltóképpen képviselhessük. Egyértelmű, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Én összességében azt állítom, azt gondolom, a magam és az általam képviselt szervezet munkájáról is, hogy a mérleg, ha mindent mérlegre teszünk, akkor a pozitív irányba mozdul el, és biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy jó magam is és a kollégáim is a lelkiismeretük, legjobb tudásuk szerint fogják végezni a munkájukat az elkövetkezendő mandátumban is. Marosvásárhely nemrégében megválasztott polgármestere bizakodóan szavazott, hisz szerinte fontos neki is példát mutatni, és nem csak Marosvásárhelynek. Hangsúlyozta arra a kérdésre válaszolva, hogy miért ment választani. Elsősorban a város projektjeit fenntartani, támogatni, de természetesen nem csak Marosvásárhelyről van szó, hanem tágabb értelemben az erdélyi városok fejlesztéséről, és nyilván azok a városok, ahol a közösségünk jelentős létszámban jelen van, akár Szatmárnémeti, akár Kolozsvár, akár Marosvásárhely, vagy Sepsiszentgyörgy, mindenhol fontos, hogy ezek a városok erősödjenek, és a közösségünknek több esélye legyen itthon maradni, növekedni, és természetesen megmaradni. A székelyföldi városok közül Csíkszeredában az országos átlagnál nagyobb volt a választási részvétel, 36%-os. Sepsiszentgyörgyön viszont alacsonyabb, 29,8%-os. Kampánycsen sértés vádjával az RMDSZ 23 széki politikusát beidézték a rendőrségre. Hargita megyében mintegy 270 ezer szavazati joggal rendelkező embert vártak a tegnap az urnákhoz. A részvételi arány már a kora délutáni órában meghaladta az országos átlagot. 21 óráig pedig több mint 5,7 millióan adták le voksukat a parlamenti választásokon. Azaz, a választópolgárok 31,84%-a. Hát fontos mind a gyermekeinkért, a jogainkért. Ez a lényeg benne. Ha nem jövünk, nincs mit várjunk. Ennyi. Én mindig választásra, minden választáson részt veszek, mert legalább lehet, hogy az én véleményem nem számít, de én tudom, hogy megtettem, amit én gondoltam, és amit szerettem volna. Hát mindig szoktam, mindig minden szavazáson, azért, hogy az ember éljen a jogával, még fontosnak tartjuk. Vagyis én legalábbis. És ön miért tartja fontosnak? Hát én a magyarok jogaiért szeretnék, azért mentem, hogy hát, hogyha kiáll az RMDSZ mellettünk. Na, ezért. És a másik az, hogy én is mindig szoktam járni, de most különösen fontosnak tartottam, és nagyon örvendek, hogy összefogtak a pártok, és jó volna, ha mindig együtt volnának, de sajnos szétfúznak. De most ezt megértem, hogy most ezért a nagyon fontos ügyért összefogtak. Azok az értékeink, az épített örökségünk, ha azt vesszük, hogy Románia szinten Erdélyben van az épített örökség körülbelül 80%-a, és ami tulajdonképpen a mi örökségünk is,
mint magyar közösség, akkor úgy gondolom, hogy olyan emberekre, olyan közösségre, olyan csapatra kell bízni a parlamentben a képviseletet, akik ezt fel tudják vállalni és fontosnak tartják, hiszen nem csak arról van szó, hogy ezeket az örökségeket felújítjuk és tovább éltetjük, hanem ez lehetne a megélhetés forrása is sokak számára. Bízok abban, hogy sikeres lesz ez a mai nap is, sikeres lesz ez a választás is, és úgy, ahogy a korábbi időszakokban is ráerősítettek, és mindig megvolt az a küszöb, ami igazából szükséges ahhoz, hogy hatékony politizálást lehessen folytatni, hatékonyan tudjuk a magyarok érdekeit képviselni, az most is meg lesz. Bizakodó vagyok, bízok a magyar emberekbe, bízok a szavazókba, és bízok abban, hogy az összefogás ereje igazából kiteljesedhet a mai napon. Mi gyergyóiak a napokban ünnepeljük a Szent Miklós napokat, és ezért ez a választás is átitatódik a Szent Miklós püspök lelkületével, mondjam így, és annak a püspöknek a lelkületével, aki a gyerekek védőszentje, hiszen ez a választás a gyerekeink jövőjéről is szól. Ezért az, hogy a politikai szervezetek összefogtak, az egy jó válasz volt a mostani problémákra, a mostani kihívásokra. Természetesen az összefogásra szavazok. Nem tudom, hogy pártneveket most ilyenkor szabad-e mondani, vagy nem. Ezért mondtam összefogást. És természetesen arra számítok, hogy tudatosan mindenki, vagy ha nem mindenki, de nagyon sokan átérzik ennek a helyzetnek a súlyosságát, és élnek a jogukkal, hogy 4 évente egyszer beleszólhatnak a történésekbe. Kelemen Hunor az LMDSZ szövetségi elnöke parlamenti képviselői mandátumra is pályázott. Szülőfalujában, Csikkarcfalván ezúttal egyedül érkezett a szavazókörzetbe. Ez alkalommal is egy erős parlamenti képviseletre szavazott. Arra, hogy az erdélyi romániai magyaroknak legyen egy megkerülhetetlen képviselete a parlamentbe, arra, hogy ami elromlott, azt kijavítsuk, és egyről a kettőre jusson minden egyes polgár, ennek az országnak, hisz nehéz idők következnek, nehéz időket élünk, és a legfontosabb az, hogy az emberek biztonságát, a biztonságnak a feltételeit, a kereteit a politikai képviselet megteremtse. Táncos Barna Hargita megyei szenátor jelölt szülőfalujában Csíkszentkirályon szavazott. Feleségével érkezett a lakhelye szerinti szavazókörzetbe. Egy olyan közösségből származó, Csíkszentkirályról, Csíkból, Hargita megyéből, Erdélyből, az erdélyi magyar közösségből, amely az elmúlt 30 évben mindig meg tudta mutatni, hogy a Románia parlamentjében el tudja küldeni saját képviselőit a döntéshozásban. Az erdélyi gazdák, az erdélyi vállalkozók, az erdélyi szülők, a nagyszülők, az erdélyi gyerekek jövője az, ami ma terítékre kerül. Ennek a közösségnek a jövője függ attól, hogy ma hányan megyünk el szavazni. A Kovászna megyei választási részvétel jóval az országos átlag alatt maradt. Az állandó választási hatóság adatai szerint délután 5 óráig országos szinten a szavazópolgárok 25,3%-a járult urnákhoz. Ezzel szemben Kovászna megyében a polgárok mindössze 22,87%-a voksolt délután 5 óráig. Urnazárásig viszont behoztak lemaradásokból, hisz Kovászna megye is megközelítette az országos átlagot. Este 9 órakor 31,18% volt a részvételi arány. Miért döntött úgy, hogy eljön a mai választások? De mi érdekünkben, hogy legyen több esélyünk bent a parlamentben. Van nem is nyárunk, de legalább, hogy legyen több részünk. Ha valami segít rajtunk is, zarándiász, hogy akar máig. Hát azt hiszem, hogy ez a felelősség, tehát a személyes felelősségnek a része. Most 4 évig majd szitkozódunk, hogy mi miért nem megy jó, hát rajtunk múlik. Úgyhogy ezért gondolom, hogy el kell jönni. Nyilván gondolom, hogy nyílhatnak új lehetőségek is új embereken keresztül, úgyhogy ezért látom. És mit vár el a politikumtól az elkövetkező 4 évet illetően? Hát a szavatartást. Ugye, amit beszélnek, a szónap után az ellenkezője legyen. Legyenek kitartóak a saját elveik mellett. Ennyi. A Kovászna megyei választópolgárok 4 képviselőt és 2 szenátort küldhettek a parlamentbe.
Ezekért a mandátumokért összesen 55 képviselőjelölt és 37 szenátor jelölt versenyzett különböző pártok színeiben vagy függetlenként. Az RMDSZ háromszéki küldöttei rangsorolták a jelölteket. A szenátori lista első helyére Fejér László Ödön került, aki jelenleg is tagja a szenátusnak, míg a második helyet Benkő Erika jelenlegi képviselő jogász foglalja el. A képviselőjelöltek rangsorát Miklós Zoltán közgazdász vezeti, őt Köncei Csaba mezőgazdász és Gál Károly erdővidéki megyei tanácsos követik. Én azt gondolom, az a tétje az idei választásoknak, hogy egy erős magyar képviseletünk legyen, ugyanis láttuk a történelem során azt, hogy mi történt akkor, amikor nem voltunk ott, amikor rólunk döntöttek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a román törvényhozásban jelen legyünk, pontosan azért, hogy egy kicsit kisebbségbarátabb legyen a román törvényhozás. Az idei választásoknak a tétje az, hogy mennyire tudunk erősek lenni majd a következő 4 évben, annak érdekében, hogy hatékonyan dolgozzunk településeinkért, azoknak a további fejlődéseért, azért, hogy előteremthessük azokat az anyagi forrásokat, amire szükségük van azért, hogy megerősödhessenek, illetve azért, hogy egy olyan vállalkozói környezetet tudjunk teremteni, ahol a munkahelyek biztonságban vannak. Én már ezért szavaztam. Milyen problémákat szeretne orvosolni az elkövetkező 4 évben, és milyen lehetőséget lát el? Hát én ugye gyakorlatilag a mezőgazdasági szektorból jövök, mondjam így, tehát mindenféleképpen elsődlegesen a mezőgazdaságot és ezeket érintő problémákat szeretném megoldani, vagy egyáltalán papírra vetni, vagy felvetni a mezőgazdasági bizottságban. Ez az én célom. Rengeteg olyan törvény vagy törvénykezdeményezés van, amit csiszolni kell, sokan egymásnak ellentmondó törvény van, amit a gazdák nehezen értelmeznek, na ezeket kell egy kicsit átláthatóbbá és tisztábbá tenni első részben. Gyakorlatilag nagyon sürgős lenne az, hogy a mezőgazdasági kamaratörvényt lehető leggyorsabban és lehető leggazdagabb barátibb módon léptessük életbe, mert óriási szükség van arra, hogy a termelők és az adminisztráció között legyen egy láncszem, egy intézményrendszer, ami átvallalja a gazdáktól a bürokratikus nehézségeket. Az RMDSZ háromszéki szervezetének mintegy 20 tagját, köztük Miklós Zoltán és Köncei Csaba képviselőjelölteket, Tamás Sándor megyei tanácselnököt és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert beidézték a rendőrségre, és büntetőeljárási jegyzőkönyvet állítottak ki kampánycsend megsértése miatt, mert a Facebookon szavazásra, illetve a magyar összefogásra buzdítottak. A megyében észlelt rendellenességek közé tartozik az is, hogy a sepsiszentgyörgyi kórházba egy részek biztos vitt mozgóurnát a betegek számára. Ez bűncselekménynek minősül, így eljárást indítottak ellene. Kolozs megyében 34,09%-os részvételt mértek, Kolozsváron pedig a választópolgárok 35,9%-a járult az urnák elé. A mostani felállás szerint az RMDSZ színeiben egy szenátor és egy képviselő jutott be a parlamentbe Kolozs megyéből. Az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjelölti listáját Csoma Botont és Talpas Botont vezeti, míg a szenátori jelölti listát László Attila. Vasárnap Csoma Botont második, míg László Attila harmadik parlamenti mandátumáért szállt síkra. Mire szavazott a szenátor úr, és milyen volt ez a szavazása az előzőekhez képest? Hát hasonló volt, mint az önkormányzati, mintha egy kicsit rövidebb ideig tartott volna, mert mindössze 3 perc alatt vége is volt az intézkedések betartása, a hőmérsékletet mértek, fertőtlenítettek, betartatták a távolságokat, és biztonságosnak bizonyult. Másfelől én arra szavaztam, hogy legyen egy nagyon erős képviseletünk a román parlamentben, minden magyar ember képviselve legyen, s ezen belül a Kolozs megyei magyarságnak is ott legyenek a képviselői, úgy a képviselőházban, mint a szenátusban, és mindkét esetben, mindkét testületben olyan helyzet alakuljon ki, hogy nélkülünk ne lehessen dönteni. Megvalósult ugye a magyar összefogás is, most minden magyar politikus egy célért küzd. Nyilván, hogy ez az összefogás annyit ér, ahányan támogatják szavazatukkal. Én azért szavaztam, hogy ott legyünk, és meg tudjuk oldani a közösség problémáit Bukarest. Van esély, hogy növelje Kolozsvárra képviselők száma? Én remélem, hogy van esély rá, mert ezelőtt 4 évvel 123 szavazaton múlott az, hogy a második képviselő is bekerüljön. Én remélem, hogy erősíteni tudunk az idén. A legutóbbi választáson Kolozs megyében az RMDSZ-nek egy szenátori és egy képviselői tisztséget sikerült szereznie.
A jelek szerint nagy esély van arra, hogy Talpas Botont is, aki először indul képviselőjelöltként, parlamenti mandátumhoz jusson. Jó látni ilyen fiatalokat, hogy részt vesznek a választáson. Miért mentél el szavazni? Elsősorban azért, hogy legyen magyar képviselet a parlamentben. Kolozsvári egyetemistaként fontosnak tartom azt, hogy Kolozs megyének legyen magyar képviselete. Itt van a jövőm, és nekem fontos a jövőm. Bihar megyében a választópolgárok 37,3%-a járult a szavazó urnák elé. Ezzel az eredménnyel a megye az országos élmezőnybe tartozik. Bihar megyében egyelőre bizonytalan az RMDS harmadik képviselői mandátuma. Amit Temes megyét illeti, a bánsági magyarok számára a visszaosztás hozhat egy parlamenti képviselőt. Bihar megyében a korábbi választási eredmények alapján összesen 4, 1 szenátori és 3 képviselői hely tekinthető befutónak. A felsőházi listát Cseke Attila jelenlegi szenátusi frakcióvezető indítja, míg a képviselőit Szabó Ödön, őt követi Bíró Rózália, az RMDS nőszervezetének elnöke, és a Magyar Ifjúsági Értekezlet jelöltje Oltyán Csongor. Ma azért mentem el szavazni, hogy a magyar összefogásnak erőt adjak. Azért mentem el szavazni, hogy a magyar összefogás megkerülhetetlen legyen Románia parlamentjében a következő 4 évben. Hiszen eredményeink számtalanok, de a feladataink is számtalanok. Hiszen az intézményrendszereinket felépítettük, de működtetni kell őket, az eredményeket meg kell védeni, és hiszem azt, hogy a következő 4 év építkezésről szól, és ez az építkezés akkor lesz igazi, hogyha erős képviseletünk van. Arra szavaztam, hogy az erdélyi magyarságnak legyen erős képviselete a következő 4 évben is a romániai parlamentben, hiszen nagyon fontos, hogy az érdekképviseletünk ott legyen a parlamentben, hogy bele tudjunk szólni abba, amikor rólunk döntenek, bele tudjunk szólni a döntésekbe, ott legyünk, ahol rólunk döntenek, rólunk nélkülünk ne dönthessenek. A parlamenti választások végével elfoglalják az összes helyet, mi csak 2 dolgot tehetünk. Megerősítjük-e magunkat a mai nap, illetve hogy hátrább szorítjuk-e a román nacionalizmus sovinizmust, amit azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban egyes erők próbálnak felerősíteni. Arra kérek tehát mindenkit, hogy menjen el, és jöjjön és segítsen abban, hogy erős magyar képviseletünk legyen, erősítsük a magyar összefogást. Erre biztatta tegnap délelőtt Temesváron is a választási joggal élőket az RMDS Temes megyei elnöke is, mondván, hogy a szórvány számára kiemelt fontossággal bír az összefogás. Őseink tudták, hogy mikor baj van, össze kell fogni, és remélem, ha a mostani generációk is tudják ezt pontosan jól. Most már több mint fél éve bánt minket az egészségügyi válság. Egészségügyi válság pedig hozta maga után a gazdasági válságot, úgyhogy már megélhetésünk is kérdőjeles sokszor. És sajnos a gazdasági válságban mindig erkölcsi válság is előjön, és már kezdjük érezni azt, hogy ugye ilyenkor a kisebbséget nyomják, tehát kezdnek minket nyomni. És én arra gondoltam, hogy tegyünk félre mindenféle nem tetszést, és ma fogjunk össze, és szavazzunk az emberekre, akik meg tudják védeni jogainkat. Miért gondolta, hogy ma is fog élni a szavazati jogával? Hát mindig is voltunk, ezzel nem is gondolkoztam, és hogy a magyar közösségnek megfelelő, vagyis minél nagyobb képviselete legyen a román parlamentben. Tehát ez egy országos ügy, itten nem kell semmit méricskelni, hogy helyben lesz-e sikere, nem lesz, de szóval nagy a tét, hogy országosan minél erősebb képviselete legyünk. Aztán akik ott lesznek, már szívük rajta, a legjobb tudásuk szerint intézik az ügyeket, az már nem a mi dolgunk, de a mai nap ez a mi dolgunk. Temes megyéből Molnár András képviselőjelölt indult parlamenti mandátumért. Ha ön bekerül a parlamentbe, mi lesznek a prioritásai? Mindenképp az első rendű prioritásom a magyar érdekeltségű intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok támogatása, illetve a bánságiak számára fontos projektek támogatása és ezek hangjának, a bánsági magyarok hangjának hallatása a bukaresti parlamentben.
Temesváron is a járványügyi szabályok betartásával zajlottak a parlamenti választások, csak hogy nem zökkenőmentesen. A Viktor Bábes járványkórház 200 betege közül 32-en igényelték a mozgóurnát, köztük egy képviselőházi jelölt is. Viszont a szavazókörzet tagjai egyöntetűen megtagadták, hogy mozgóurnát vigyenek a Covid kórházba. Tegnap este Ludovik Orbán miniszterelnök bejelentette, a Nemzeti Liberális Párt választási eredményei miatt lemond miniszterelnöki tisztségéről. Klaus Johannis államfő pedig azt mondta, napokon belül megkezdik kormányalakítási tárgyalásokat a parlamentbe jutott pártok vezetőivel. Ludovik Orbán miniszterelnök hétfő este jelentette be, hogy lemond miniszterelnöki tisztségéről. Döntését Orbán, aki egyben a Nemzeti Liberális Párt elnöke is, a Penele gyenge választási eredményeivel indokolta. Mankei mandatul de premier, după un an și o lună, în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă. A miniszterelnök lemondása egyben a teljes kabinet lemondását is jelenti. A törvény értelmében az elkövetkező legtöbb 45 napban a Penele kormány ügyvivőként működik tovább, hatásköreik korlátozottak lesznek. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României. Și decizia mea de astăzi vreau să arăt un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru. A lemondás bejelentését megelőzően Ludovik Orbán az államfővel tárgyalt. Sajtóértesülések szerint ekkor eshetett szó a miniszterelnök lemondásáról. Az államfő ugyanis elégedetlen volt a Nemzeti Liberális Párt választási eredményeivel. Miután tudomásul vette Ludovik Orbán lemondását, Klaus Johannis Nikolaj Csuka védelmi minisztert jelölte ki ügyvivő miniszterelnöknek. Az államfő ugyancsak tegnap este jelentette be, hogy napokon belül megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat. Az államfő szerint, bár az ellenzéki szociáldemokrata párt kapta a legtöbb szavazatot, a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE Plusz Szövetség együtt több mint 45%-ot szerzett. Ha pedig ehhez hozzáadják az RMDS 6% körüli eredményét, egy több mint 50%-os jobb közép parlamenti többség körvonalazódik. Kedves nézőink, ez volt a Heti Krónika, folytatjuk a magyar adást.